Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Már is mutatjuk mai témáinkat. Enyhülnek hétfőtől a közterületi maszkasznál a szabályai Kecskeméten. Nem kell bérleti díjat fizetniük az állami és az önkormányzati ingatlanokat bérlő konditermeknek, éttermeknek, kávézóknak február 1 -e és május 31-e között. Megkapta a koronavírus elleni védőoltást professzor dr. Dömetör a Bácskiskó megyei oktatókórház traumatológiai osztályának egykori vezető főorvosa. Enyhülnek hétfőtől a közterületi maszkhasználat szabályai kecskeméten. Szemerei népa, aki Klaudia polgármester úgy döntött, hogy csak pár esetben kell a védőeszközt használni a városban. Jelentősen változnak hétfőtől a kecskeméti közterületi maszk használat szabályai. Szemerei Pataki Klaudia polgármester az önkormányzat közgyűlésének hatáskörében eljárva úgy döntött, február 8-ától Kecskemét közterületein csak a buszmegállókban, a piacokon és vásártereken kell viselni a maszkot, valamint akkor, ha a bölcsödék, óvodák, általános iskolák és 9. évfolyam alatti is képzést biztosító középfokú oktatási intézmények bejáratától számított, 10 méteres közterületi távolságon belül az intézményben lévő gyermekekre várakoznak. A 6 év alatti gyerekeknek, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral élő személyeknek természetesen továbbra sem kell hordaniuk a védőeszközt. Az önkormányzat felhívja a kecskemétiek figyelmét arra, hogy a fentieken kívül továbbra is kötelező a maszk használat, az autóbusz, valamint a vasúti pályaudvarokon, a közösségi közlekedési eszközökön, a boltokban, a bevásárló központokban és az ügyfélszolgálatokon. Nem kell bérleti díjat fizetniük az állami és az önkormányzati ingatlanokat bérlő konditermeknek, éttermeknek, kávézóknak február 1 -e és május 31-e között. Ezt ma jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy a járvány a hét elejéig egyértelműen levonulóban volt, de a mostani stagnálás egyik oka az lehet, hogy a vírus mutáció gyorsabban terjed. További segítséget kapnak azok az ágazatok, amelyeket a legjobban sújtott a koronavírus. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón elmondta, az állami és az önkormányzati ingatlanokat bérlő konditermeknek, éttermeknek, kávézóknak nem kell bérleti díjat fizetniük február 1-e és május 31-e között. A kancellária miniszter kiemelte, március elejétől két ütemben várható nyitás, ha addig minden szabályt betart mindenki. Gulyás Gergely a kormányinfón úgy fogalmazott, a járványügyi szakemberek véleménye továbbra is meghatározó, de fontos a magyar emberek véleménye is arról, mi az, amit hajlandóak elviselni a védekezés érdekében. Ezért nemzeti konzultációt indít a kormány február 15-től arról, hogy a magyarok hogyan gondolkoznak a nyitásról. Ha nem lesz harmadik hullám február második felében, akkor március elején lassan és fokozatosan meg lehet kezdeni a nyitást. Gulyás Gergely hangsúlyozta, jelenleg a járvány stagnál. Ennek egyik oka, hogy vírusmutációk jelentek meg, amelyek terjedése mintegy 50%-kal gyorsabb. Láthattuk, hogy karácsonykor teljesen kinyitott például Portugália, ott kiugróak is az adatok. Kérdésre válaszolva Gujás Gergely elmondta. Hazánknak Kínával 5 millió vakcinára van szerződése, ami két és millió ember számára elegendő. Februárban, márciusban és áprilisban is 250 ezer embernek elegendő érkezhet. Majd áprilisban jön a vállalás fennmaradó része. Megkapta a koronavírus elleni védőoltást professzor dr. Dömötör Endre, a Bácskiskó megyei oktatókórház traumatológiai osztályának egykori vezető főorvosa. A nyugalmazott osztályvezető főorvos szerint megéri beadatni a vakcinát, hiszen az semmilyen kárt nem okoz, viszont 80-95 százalékban hatékony. A professzor azt is hangsúlyozta, hogy az elérhető oltóanyagok között nincs jelentős különbség. Az első között vette fel tegnap a koronavírus elleni vakcinált professzor dr. Dömötör Endre, a Bácskiskó megyei oktatókórház traumatológiai osztályának egykori vezető főorvosa. Én, én természetesen, mikor megkaptam, mint hát 93 éves nyugdíjas a felszólítást, az, az első nap kitöltöttem és visszaküldtem a jelentkezési lapomat. A nyugalmazott osztályvezető főorvos szerint az orvosoknak nagyon fontos feladatuk a jelenlegi helyzetben. A védőoltás népszerűsítése, legyen szó sebészről, bőrgyógyászról vagy belgyógyászról, aktívan dolgozó vagy nyugdíjas kollégáról. A főorvos is így tesz, mint elmondta, missziójának tekinti, hogy felhívja a családja, ismerősei, egykori betegei figyelmét a gyógymódra, amely visszaadhatja az embereknek a normális életet. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem kell félnünk egyik vakcinatípustól sem talán mintha a Pfizer a 95 ot írná, de az oroszok is leírják, hogy, hogy 85 90. Az a pár százalék már nem számít. Én hiszem, én hiszem a, az én információim alapján, mert igyekeztem utána nézni saját magam miatt is, hogy gyakorlatilag nincs különbség. Engem megkérdeztek, hogy mit akarok, mondom, bármelyiket. Bár, mint orvos, igaz lelkismeretemre mondom, hogy bármelyiket be lehet adni. A témáról bővebben is szólunk mai kiemelő magazinunkban. Péntek délelőtt a barátok templomában búcsúztatták a közelmúltban elhunyt dr. Páncél Gyula tüdőgyógyász főorvost. A szertartást dr. Finta József plébános celebrálta. Beszédet mondott Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke, dr. Svébis Mihály, kórházigazgató és Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Dr. Páncél Gyula tüdőgyógyász főorvos, a Bácskiskú megyei tüdőgondozó intézet nyugalmazott intézetvezető főorvosa életének 77. évében 2021. január 20-án hunyt el hosszantartó betegség után szerettei körében. A pénteki gyánszertartást dr. Finta József plébános celebrálta beszélt az elhunyt főorvos életútjáról, kiemelve, hogy a tüdőgyógyász szakmát azért választotta, mert édesanyjának egykor TBC betegsége volt. Így személyes indítatást érzett arra, hogy azokat a betegeket gyógyítsa, akiket a tüdőbetegség kínoz. Főorvos úrnak kiváló humorérzéke, segítőkészsége határtalan volt. Számára mindenki egyformán fontos volt a betegek közül. Ugyanakkor élénk szereplője volt a közéletnek is. Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke részletesen személyes emlékekkel átítatott gondolatokkal mesélt dr. Páncél Gyula közéleti szerepéről, küzdelmeiről, érdemeiről, ahogyan a Nemzeti Fórum városi szervezetének és a költségi körnek alapító elnökeként tevékenykedett szakmai munkássága mellett. A történelmi leckéket szüleitől és a külvilágtól megtanulta, szükséghelyzetben jelesen vizsgázott. Hitvallása volt átélni a teremtett világ csodáit. Nem csak átélte, de alakította, formálta, még a történelmi csodát is. A rendszer változtató hónapok helyi és országos történéseit, feszültségeit, küzdelmeit. Dr. Svébis Mihály, a Bácskiskó megyei kórház főigazgatója, megrendült munkatársként és barátként is búcsúzott az elhunyt dr. Pánciát Gyulától, aki öt évtizeden át szolgálta a megyei kórház betegeit. 1968-tól dolgozott Kecskeméten, 1974-ben lett főorvos a tüdőgyógyász osztályon, a Magyar Tüdőgyógyásztársaság Társaság vezetőségi tagja volt, és 2017-es súlyos balesetéig aktívan a tüdőbetegséggel küzdők gyógyulását szolgálta munkatársai által becsült és szeretett vezető volt. Soha nem éreztette, hogy ő a főnök, és örömmel tanította beosztottjait. Ugyanilyen barátsággal kezelt minden hozzáforduló beteget. A főigazgató életvidám, humoros, jókedvű, önzetlen, közvetlen, barátságos emberként jellemezte dr. Páncél Gyulát, akiről azt mondta, ha egy szóval kellene jellemezni, akkor az a következő lenne, ő maga az élet. Az elhunyt főorvos emberi mi voltát és szakmai múltját méltatta a szemerei népat, Klaudia polgármester is beszédében, kiemelve, hogy az elhunyt mindenkivel megtalálta a hangot, mindenkihez volt derűs, jó szava, szerette a jó társaságot, és hitt a muzsika az ének erejében. Egész lényét a kérdemelt tisztelet övezte. A fájdalom enyhítésére kevés a szó, kevés a könyv, Nekünk élt, minket bátorított és nekünk adott erőt. Tartalma sikeres életet élt, szorgalmával, tehetségével, munkabírásával a jó ügyet szolgálta. Saját világképével adta át másoknak az élni tudását, az élet szeretetét. Gyógyító munkájában mindent megtett az emberekért közéleti munkájában mindent megtett a közösségekért, imádta, óvta a természetet. A természetből fagadó józanész vezérelte, formálta bölcs gondolkodóvá, utat mutatóvá. Szemerei Pataki Klaudia egy bibliai idézettel búcsúzott az elhunytól. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők megtalálják az Istent. Páncél főorvos úr, nyílt, tiszta szívvel, mindenkiben látta az Istent. A szertartást a Kecskemiti Televízió élőben közvetítette, az esemény látható volt a Kecskemiti TV csatornáján, valamint az interneten a kecskemiti és a híres.hu oldalakon. Egy nő vesztette életét a balesetben, amikor egy személyautó és egy kis teherautó összeütközött Kalocsa és Dunapataj között. Az 51-es főút érintett útszakaszát a hatóságok, a mentési munkálatok és a helyszínelés idejére teljesen lezárták. Dunapataj felől haladt a Seat személygépkocsi, aminek sofőrje egy előzési manőver után a jobboldali patkára hajtott. Onnan ellenkormányzott, emiatt viszont keresztbe fordult az úton, és a szemből érkező munkásokat szállító Ford tranzit oldalába csapódott. A személyautót vezető középkorú nő olyan súlyosan megsérült, hogy a mentést végző kalocsai, hivatásos és dunapatai önkéntes tűzoltók már csak a holttestét tudták kiemelni a roncsok közül. A Fordban négyen sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. Az érintett útszakaszt a hatóságok, a mentési munkálatok és a helyszínelés idejére teljesen lezárták. A forgalmat fogtő felé terelték. A baleset körülményeit a Kalocsai Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti munkatársai szakértő bevonásával vizsgálják. Emberölés büntetében mondta ki bűnösnek és tíz év börtönbüntetésre, valamint 8 év közügyektől eltiltásra ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a kiskunfélegyházi férfit, aki 2019. novemberében késsel melkason szúrta lakótársát. A döntés nem jogerős. Meghozta határozatát a Kecskeméti törvényszék annak a kiskunfér egyházi férfinak az ügyében, aki 2019. novemberében leszúrta lakótársát. A korábban hajléktalan száron élő 55 éves vádlott szívességi lakás használóként lakott abban a házban, ahol az eset történt. Mivel nem volt áram a lakásban, négy ember zsúfolódott be egy szobába, a vádlott mellett a barátnője, az ingatlan tulajdonosa, valamint még egy férfi az ügy sértettje. A vádlott és a sértett is rendszeresen italozott. A sértett ilyenkor szexuálisan közeledett a vádlott barátnőjéhez, ami veszekedéseket eredményezett kettejük között. Volt, hogy tetlegességig fajult egy-egy vita. Emiatt a vádlottal szemben korábban már eljárás indult a Kiskunfél egyházi rendőrkapitányságon, amely azonban a sértett magánindítványának hiánya miatt megszűnt. 3-4 liter bort fogyasztott el a vádlott aznap, amikor megölte a sértettet, aki egyébként szintén súlyosan itt állapotban volt. A végzetes konfliktust az váltotta ki, hogy a vádlott szexuális kapcsolatot kezdeményezett a barátnőjével, aki ezt elhárította. Ekkora sértett rászólt a vádlottra. Verekedni kezdtek, ököl egymást. A vádlott elővette egy zsebkést, majd közölte a sértettel, hogy megöli és mellbeszúrta. Ezután visszatette a kést a párnája alá és értesítette a rendőrséget. A megszúrt férfi a helyszínen elhunyt. A Kecskeméti törvényszék 10 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélt a vádlottat. Az ítélet nem jogerős, az ügyes súlyosbításért a vádlott és védője pedig enyhítéset jelentett be fellebbezést. A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta. Online önismereti kurzust indított el a Kunszentmártoni dr. Gőg Edit. A neurológus, pszichiáter, főorvos foglalkozik egyebek mellett a testtel és a lélekkel. Az érintett témák sokat segítenek a koronavírus járványjal, valamint annak lelki szövődményeivel, azzal, hogy hogyan lehet átvészelni a bezártság időszakát félelem, szorongás, depresszió, elidegenedés, önzés, szomorúság és agresszió. Ez csak egy pár olyan érzelmi állapot, amit a koronavírus miatti bezártság okoz az emberi lélekben. A túlélésben segít dr. Gőg Edit, neurológus, pszichiáter főorvos, aki elindította a Pszinatúra online önismereti kurzust. Azért döntöttünk így, mert 1990 óta 50%-kal megnőtt a szorongásos depressziós betegek száma. Erre most megérkezett a koronavírus, ami még rátett nagyon sokat, és a médiából ugye jönnek a ennyi lélegeztetőgép, ennyien haltak meg, a pánikbetegnek semmi más nem kell, csak ez, és már is előjön a pánikroham, a fokozódik a szorongása. A négy kurzus foglalkozik a testtel, a lélekkel, a szellemmel és a spirituális egységgel. Ezen témákon belül a főorvos nem csupán az egyénnel, hanem a családdal is foglalkozik, hiszen a bezártság a kapcsolatokra is hatással van. A pszichiáter szerint van kiút. Próbáljuk kihozni a jót, ezt erősítsük önmagunkban és egymásban. És ha ez megvan, akkor kevésbé leszünk szorongók, mert hitelesek leszünk. Hiteles lesz bennem a gondolat, a szó és a tett. De legyen hiteles az indítékom is. És ha valaki így egyben van, akkor azt mondja, ha Isten velem ki ellenem. Az online kurzus elvégzése lehetővé teszi, hogy hosszabb időt töltsünk elmélyülve lelkünk belső világában, kísérettel, vezetéssel, igény szerint, személyre szabott terápiával kiegészítve a www.psinatura.hu oldalon a kurzusról bővebben is olvashatnak. Szűk körű porcelánfestő kurzus tartotta a műfa iránt érdeklődő fiatal alkotóknak Dobány Sándor, Pécset élő kerámikus művész, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia stúdiójában. A ma véget ért porcelánfestő kurzuson készült edényeket, porcelánvázát és egyéb tárgyakat szedik ki éppen a Kemencéből Dobány Sándor, a kurzus vezetője. A nemzetközi hírnevű keramikus különleges, sokhangú művész. Pályája elején festett és szobrokat készített, majd elköteleződött a kerámiával. 1985 óta csak porcelánnal dolgozik. Kis szériában sorszámozott és kézzel festett használati porcelántárgyakat készít elsősorban, de épület kerámiáival is komoly visszhangot keltett. A porcelánfestésben szerzett igen széleskörű ismereteit osztotta meg most Kecskeméten. Bár a kurzus mindössze néhány napos volt, azért számos területen kipróbálhatták magukat a résztvevő fiatal alkotók. Érdemes megtanulni azt, hogy, hogy egy tollal hogy lehet rajzolni, annak ki kell találni, meg kell találni annak a porcelánfestéknek azt a sűrűségét, amivel tényleg föl lehet szépen rajzolni, úgyhogy kindottak is a lányok az elején, az aztán szépen megtanulták, és utána megyünk tovább az ecsetkezeléssel, megyünk tovább egy maszkolással, hogy hogy lehet felületeket kitakarni. Úgyhogy most mindenen átmentünk, ami, ami fontos, és én azt láttam, hogy nagyon-nagyon élvezték ezt az egész dolgot. Dobán Sándor visszatérő vendége a Nemzetközi Kerámia Stúdiónak. Legutóbb novemberben járt itt, amikor is eredeti szakmájába a gipszforma készítésbe vezette be a pálya elején álló és a porcelánművesség iránt érdeklődő fiatal pályatársakat. Az évek során kivételes jártasságot szerzett a porcelánfestésben. Számos kreatív művészcsoport meghatározó tagjaként, a Deforma csoport létrehozójaként, a Glasgowi Egyetem Kerámia Tanszékének egykori vezetőjeként keresett tanár és mester a keramikusok körében. Hétfőtől a Kecskeméti Televízió is csatlakozik a Házasság Hete programsorozatához. Hétfőtől péntekig a kiemelő magazinunkban minden nap bemutatunk egy-egy közismert kecskeméti házaspárt, akik őszintén mesélnek majd saját házasságukról. A beszélgetések során hétfőn Balanyi Károly és felesége otthonába látogatunk el. Kedden Lukács László és Haránt Eszter mesél megismerkedésükről. Szerdán Csík János és Neje Csütörtökön pedig Ivkovics, Stojan és Ivkovicsné béres témea osztják meg velünk házassággal kapcsolatos gondolataikat. A házaspárok elmondják, miért tartják fontosnak a házasságot, mesélnek családjukról, gyermekeikről és életükről. Ezen felül azt is megtudhatjuk, hogy hogyan töltik szabadidejüket. Hasznos tanácsok, érdekes történetek és tanulságos életutak szerepelnek tehát a kiemelő házasság heti adásaiban minden hétköznap a hírös hírek után. tizedik részéhez érkezett a Kecskeméti Televízió egyik legkedveltebb, hosszú ideje műsoron lévő sorozatának új szériája. A február 6-ai új részben dr. Iványosi Szabó András zöld portréját is láthatják. 2021. február 6-án szombaton kerül adásba a Természetvédelem Határok Nélkül magazin műsor tizedik része. Az új adásban a Szabadkai Zöld Kalandok tábort, a magazin zöld portréjában pedig dr. Iványosi Szabó András geológus-geográfus munkásságát ismerhetik meg a nézők. Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző Kutató Kulturális Központ egyik téli tábora az újrahasznosítás és a környezetvédelem fontosságáról szólt. Az öt napos zöld kalandok című táborban 29 óvodás és kisiskolás ismerkedhetett meg egy hulladéktároló működésével és a komposztálás technikájával. A gyerekek kirándulásait és kézműves foglalkozásait bemutató videóanyagban azt is megtudhatják, miért tartják fontosnak a legkisebbek környezetvédelmi nevelését a hulladékfeldolgozással foglalkozó szakemberek. A magazin mostani zöld portréjában dr. Iványosi Szabó András, a Kiskunsági Nemzeti Park egykori igazgatója mesél munkásságáról, az interjúban többek között szó lesz a Nemzeti Park első éveiről, az Alföld hidrológiai folyamatairól, vízszabályozásáról és a csólyos pálosi réti mészkő bemutató hely kialakításáról. A Kecskeméti Televízió és a Szabadkai Pannon RTV magyar-szerb ismeretterjesztő szériájának tizedik része 19 órakor lesz látható a Kecskeméti TV szombati műsorán. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Ülnek hétfőtől a közterületi maszkasznál a szabályai kecskeméten. Szemerei népataki Claudia polgármester úgy döntött, hogy csak pár esetben kell a védőeszközt használni a városban. Nem kell bérleti díjat fizetniük az állami és az önkormányzati ingatlanokat bérlő konditermeknek, éttermeknek, kávézóknak február 1 -e és május 31-e között. Ezt ma jelentette be és Gergely a kormányinfont. Megkapta a koronavírus elleni védőoltást professzor dr. Demeter Endre, a Bácskis Komegyi Oktatókórház traumatológiai osztályának egykori vezető főorvosa. A nyugalmazott osztály vezető főorvos szerint megéri beadatni a vakcinát, hiszen a semmilyen kárt nem okoz, viszont 80-90%-ban hatékony. Péntek délelőtt a barátok templomában búcsúztatták a közelmúltban elhunyt dr. Páncél Gyulat tüdőgyógyász főorvost. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk kiemelő című műsorunkkal. Mai magazinunkban professzor dr. Dömötör Endrével a Bácskiskó megyei oktatókorház nyugalmazott osztályvezető főorvosával készített interjút láthatják, aki elsők között vette fel a koronavírus elleni védőoltást. Betekintést nyerhetnek, milyen szabadidős elfoglaltságok népszerűek most a koronavírus járvány ideje alatt. Végezetül megmutatjuk, hogyan készül a tökéletes farsangi fánk. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híros.hu. A híros híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében két óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg a kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal hétfőn este hétkor várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra! Szombaton felhős időre számíthatunk, főleg a délutáni órákban eshet az eső. A szél sok felé megélénkül, hajnalban 5 fokot, napközben pedig 11 fokot mérhetünk majd. Vasárnap kezdetben még vékonyabb lesz a felhőzet, délutántól azonban mindenit vastagszik a felhőtakaró. A délutáni esti óráktól sok felé elered az eső, a szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 8 és 10 fok között alakul. Hétfőn jobbára erősen felhős, illetve borult időre van kilátás, és több helyen eshet az eső. Sokfelé megélénkül, néha megerősödik a szél. A minimum hőmérséklet 4 fok, a maximum hőmérséklet pedig 8 fok lesz.